A születésem óta Tolnán élek, ide jártam óvodába is, általános iskolába is, a Vosinszky-Mór általános iskolába jártam 8 évig, és onnan pedig a Tolnai gimnáziumba folytattam a tanulmányaimat. És amikor ott végeztem, akkor Szekszárdon az egészségügyibe jártam, szociális gondozó és szervező megtanultam. Igazából nyáron végeztem, és ősszel már elkezdtem dolgozni Tolnán az idősek klubjába, és azóta itt dolgozom, most már lassan 16 éve, és munka közben végeztem el Szekszárdon a szociális munkát. Nekem nagyon jó gyerekkorom volt, hála a jó Istennek, nekem nagyon jó családom van. Mindig nagyon biztos háttér volt mögöttem. Én azt gondolom, hogy az ember olyan felnőtt lesz, vagy hogy gyerekkorunkban kapunk egy hátizsákot, és azt elsőként a szüleink kezdik el telepakolni mindenféle dologgal, értékekkel, tulajdonságokkal, példákkal, és hála Isten, hogy nekem a szüleim nagyon jó dolgokkal pakolták meg. Én a Kinizsi utcában nőttem fel, ami Tolnán ilyen új utcának számított, rengeteg gyerekkel, nagyon sok gyerek volt, szinte egy korosztály voltunk, fiúk, lányok, mögöttünk a határ, kukoricaföldel, mentek még ott hátul a vonatsínek, úgyhogy tényleg nagyon jó gyerekkorom volt nálunk, mondjuk, amit a mostani gyerekek nem tudnak, hogy egy nyári időszakban mondjuk elkezdődött egy bujócska délután 2-kor a kukoricásba, és este 6-ra lett vége, mire megtaláltunk mindenkit. Úgyhogy is egy nagyon összetartó közösség is volt. A gimnáziumban is én nagyon szerettem járni, nagyon sok barátom volt, jó osztályunk volt, nekem nagyon jó emlékeim vannak, szerintem egy nagyon jó iskola, a tanáraim is jók voltak. Hát nem voltam az a, nem a jó tanulók közé tartoztam, tehát nem volt, nem a képességeimmel volt probléma, hanem a szorgalmammal. Tehát nem voltam egy szorgalmas, ezért nem is tudtam a gimnázium után rögtön főiskolára jelentkezni, de egyébként már nem is bánom. Tehát én az egészségügyi iskolába és a kórházi gyakorlatok, meg az idős otthoni gyakorlatok során annyi mindent kaptam, és azt gondolom, hogy ez hozzátett ahhoz, hogy én ilyen ember legyek. Úgyhogy örülök neki, hogy a főiskola meg a gimnázium között még volt ez a 2 éve. Szerintem én már egész gyerekkoromtól kezdve volt egy ilyen szociális érzékenységem, így ahogy a szüleim is elmesélik, meg én is így visszaemlékszem, hogy már így az óvodában is szerettem mindig olyan gyerekekkel játszani, akik valami miatt esetleg ki voltak rekesztve a közösségből. És nagyon érdekes, hogy az egész életemet végig kísérte az, hogy mindig volt a közvetlen környezetemben olyan gyerek, aki valami miatt más volt, mint a többiek. Mindig voltak olyan osztálytársaim. Tehát volt olyan osztálytársam, aki általános iskolában, akinek hallás problémái voltak, a gimnáziumban volt egy vak osztálytársam, a szomszédságban is volt. Tehát az egész életemben, tulajdonképpen gyerekkorom óta ez végigkísért, és nekem ez így nem volt soha furcsa, hogy nem vagyunk mindegyformák. A gimnáziumban már tudtam, hogy mindenképpen valamilyen szociális területen szeretnék dolgozni. Így jött akkor, hogy az egészségügyibe jelentkeztem, ami nem erre a szakra jelentkeztem, de ez indult, és fogalmam sem volt arról, hogy nekem kórházi gyakorlaton kell részt vennem. A második év második napján már az egyes belgyógyászaton indítottam a napot reggel 6-kor. Hozzáteszem, hogy soha nem bírtam a kórházi környezetet, se a szagokat, se a látványt, tehát semmit. Úgyhogy nekem az borzasztó volt az a nap, hogy ott igazából mindennel szembesültem. És hazamentem délután, én tudom, hogy hazaértem,
és elkezdtem sírni, és mondtam, hogy na, én többet ide biztos nem megyek. És anyukám azt mondta, hogy hát ha elkezdted, akkor folytatni is fogod, és hogy egy napból nem lehet eldönteni, hogy ez most nekem tetszik, vagy nem. Hála Isten, a szüleink, nekem két testvérem van, egy öcsém és egy húgom. A szüleink mindig úgy neveltek minket, hogy nyilván terelgettek, de hogy mindig saját döntés volt. Az, hogy mit szeretnénk sportolni, hogy hova szeretnénk menni tovább tanulni, de azt nem engedték, hogy egyik napról másikra feladjuk azt, amit elkezdtünk. Olyan nagy sportmúltam nincsen. Én művészi tornára jártam. Szerintem abban az időben tornán minden lány művészi tornára járt. Én azt is nagyon szerettem, 4 éves koromtól 14 éves koromig csináltam. Aztán kipróbáltam különböző táncolni, jártam éppen, ami így aktuális volt tornán, de igazából nincs egy nagy sportmúltam, amit egyébként nagyon sajnálok, mert azt gondolom már így felnőttként, hogy az nagyon fontos, hogy valaki sportoljon, mert az nagyon sokat ad egy embernek. Elgondolkodtam, hogy úristen, nekem nincs is hobbim, hát nem sportolok úgy napi szinten vagy heti szinten, nem gyűjtök semmit, és akkor jöttem rá, hogy igazából, hogy nekem az a hobbim, hogy másokon segítsek. Tehát a hobbi az az, ami az embert feltölti. És engem azt tölt fel, hogyha olyan dolgokba tevékenykedhetek, amivel én másoknak adok. A környékben bármi olyan volt, hogy valakinek gyűjteni kellett, vagy bármibe segíteni, akkor azért ott mindig megkerestem azokat a kapcsolatokat, hogy részt tudjak venni. Aztán később már találtam olyan kapcsolatokat is, akik mondjuk Budapesten karácsony előtt ilyen gyűjtések, anya otthonoknak, gyerek otthonoknak, és akkor én így kicsibe kezdtem el tornán szervezni, és hála Isten mindig nagyon jól sikerült, hogy innen is akár több csomagot is tudtunk Pestre szállítani. Amikor kitört a háború, akkor az ukránoknak is szinte, amikor megláttam, hogy Pestről indul kamion, akkor már másnap elkezdtem ezt szervezni. A kolléganőim is segítettek abba, és az idősek is, hála a jó Istennek, hogy szeretnek ilyenekbe részt venni. Egyébként táborokba szoktam járni, önkénteskedni. 2019-ben kezdtem el bátor táborozni. És igazából ott jöttem rá, hogy az a hely, ahol így önmagamra találtam, és hogy egy olyan helyen voltam, ahol tényleg így az embernek a lelke hazatalál. A bátor tábor az beteg gyerekeknek csinálták. Itt általában daganatos betegségekből kigyógyult gyerekek vannak, de vannak cukorbetegek is, vagy ilyen izomproblémás gyerekek, általában külön szokták őket táboroztatni. Én olyan táborban voltam, ahol cukorbeteg gyerekek voltak. A nyári szabadságom az a bátor táborra ment, amit hozzáteszek, egy pillanatig nem bánok, tehát én azóta is mindenkinek mondom, hogy aki teheti, az valamilyen formában próbálja meg, kortól függetlenül. Egyszerűen az a környezet annyit ad az embernek, hogy tehát azt nem lehet elmondani. Tehát az, hogy pár óra alvással csinálunk végig 10 napot, és én reggel alig tudok felkelni, tehát én az a típus ember vagyok. De ott a táborban 3-4 órákat aludtam, de én már reggel 5:30-kor annyira boldogan kevertem a kávém, és vártam, hogy elinduljon a nap, hogy ilyen hatalmas adrenalin. És azt mondták nekem, ha vége a tábornak és hazajövök, akkor az majd rossz lesz visszaszokni így a való világba, mert ez egy ilyen nagyon zárt világ, ami ott van. És tényleg szokták mondani, hogy a bátor táborban, hogy a felhők felett mindig süt a nap, és ott tényleg ez van. És hazajöttem is valóban, tehát sok-sok hétnek kellett eltenni, hogy így újra visszaérkezzek ebbe a világba. Nem terveztem, hogy idősellátásba fogok dolgozni, tehát azt tudtam, hogy szociális terület, inkább gyerekekkel szerettem volna, aztán ez adódott.
és itt ragadtam, és nagyon szeretek itt lenni. Nagyon szeretek az idősekkel lenni. Én ezt már több helyen elmondtam, és én tényleg ezt gondolom, hogy ők az utolsó olyan generáció, akik igazi értékeket képviselnek. Tehát akik ténylegesen tudják azt, hogy az életnek mi az értelme, és hogy mik azok a dolgok, amikért tényleg érdemes élni, és amiket ténylegesen meg kell becsülni. És hát ez a mai világban ugye tudjuk, hogy ez nagyon, nagyon elment, és nem azoknak a dolgoknak örülünk, aminek kellene. Nem tettem ki a lábam tolnáról, mert ugye nekem az ilyen egyetemi évek, meg minden kimaradt, tehát soha nem töltöttem el. Talán lehet tényleg a bátortábor volt az, amikor hosszabb időt töltöttem el, úgyhogy nem voltam itt. Én szeretem ezt a várost. Van, amikor, meg volt egy időszak, amikor azt gondoltam, hogy túl kicsi, és mennyirevel jobb lenne egy nagyobb városba élni, ahol nagyobb élet van. Aztán meg rájövök, főleg a rosszabb napjaimon, hogy azért jó itt élni, mert az ember kimegy az utcára, és biztos, hogy belebotlik 4-5 olyan emberbe, aki tud hozzászólni egy jó szót. Tehát, hogy mégis mindig úgy arra jutok, hogy jó itt élni. Nyilván biztos gyereknek is mindenki szerette volna megváltani a világot, én még mindig szeretném, hogyha valami olyan maradandó dolgot csinálhatnék, vagy hozhatnék létre, ami tényleg így a nevemhez fűződne. És ez nyilván valami olyan tevékenység lenne, amivel embereknek segítek, akár idős, akár gyerek.